A baleset akkor következett be tavaly márciusban munkahelyén, amikor az ott készült veszélyes sav minőség ellenőrzését végezte. Ám a sav a lefolyó csőből nyílegyenesen nagy erővel visszarobbant rá, és hiába volt rajta teljes védőfelszerelés. Súlyos másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, a balkarján, a combján és a lábszárán március 22-én éjszakás műszakban mentem dolgozni, és ez március 23-án reggel 6 óráig tartott volna. Az aznap esti feladatom 65,5%-os 65 töménységű óleum gyártása volt. Ez az óleum, ez töménykénysabból és cseppfolyósított kéntrioxidból készül, a egyszerűség kedvéért csak a savként fogok hivatkozni a továbbiakban erre. Tehát ezt a savat gyártottam, az éjszaka, illetve a gyártás és a mintavételezés folyamat, folyamatát oktattam egy fiatalabb kollégám számára is. És amikor szakaszos gyártásról van szó, tehát egy adagot legyártok, minőségellenőrző mintát megveszem, kiteszem a helyére, gyártam a következő adagot, és éppen ekkor ér ehhez a folyamathoz, ehhez a mintavételezési folyamathoz érkeztünk el. Amikor is a mintavételt természetesen beöltözve a szükséges védőfelszerelésekbe megkezdtem, a mintavételezés egy csapon keresztül történik, olyan, mint ott van a fürdőszobában a csap. Csap, megnyitom, jön belőle a sav, alatta nem egy mosdókagyló, nem egy fémtölcsér, egy elfolyó van, alá tartom a sav a az üvegcsét, megveszem a mintát. És amikor ezt megkezdtem, meg kinyitottam a sapot, beleömlött a sav a tölcsérbe, és az lefolyócsőből nem elfolyt a sav, hanem nagyon nagy erővel visszarobbant rám, megégetve az arcomat, a bal alkaromat, bal lábamat. A bal lábszáromat, illetve combomat, valamint a felszabaduló gázok megégették a tüdőmet is, illetve egy kis permet belehordódott a szemembe, és könnyebben sérült a szaruhártyám is. A felépüléshez plastikai beavatkozásra lenne szükség, aminek ára van. Kettőször operáltak, meg, meg még legalább egy minimum még fog kelleni ugye az arcomat, mikor rendbe rakják, de az is inkább kettő. Az egyik az mindenféleképpen, egy helyreállító műtét lesz, tehát hogy az arcomnak a, a, funkcionalitását, ennek a bőrnek a funkcionalitását, ezeket a hegeket levegyék, és utána még a műtéti hegeket is majd el kell tüntetni, tehát még egy szépészeti beavatkozás is lesz. Gondolom én nem vagyok ebben biztos, de valószínűleg valami ilyesmi lesz. Egy műtét még mindenféleképpen kell, hiszen ezeket a hegeket, ezeket le kell venni, így nem mehetek utcára sem. Ez borzasztó. Így borzasztó. Viktor elmondta stábunknak, hogy a baleset óta teljesen tönkrement az élete, a barátnője is elhagyta. A szája körüli hegek miatt pedig nagyon nehezen tud enni. Evés előtt be kell nyúlnia a szájába és percekig nyújtani, hogy a kanál beférjen. A jó hír az, hogy rendbe tudnák hozni. A műtétek aktuális ideje április környékén lenne. Ahhoz pedig, hogy el tudják végezni a szükséges műtétet, Viktornak pénzre lenne szüksége. Válasz szeretne a cégtől, hogy a műtét idejére kap -e kártérítést. Ellenkező esetben az összes megtakarítása sem lenne elég a műtét költségeinek a fedezésére, és attól fél, hogy banki kölcsönt kell majd felvennie.